Hetedik tanévét zárta az Evangélikus Roma Szakkollégium Nyíregyházán, emlékeztetett a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat elnöke. Minden szakkollégiumnak vannak képzési feladatai, hogy a hallgatók, akiknek felsőoktatási hallgatói jogviszonyuk kell, hogy legyen, és van egy választott szakjuk, hogy tanár, vagy egészségügyi, vagy szociális munkás, hogy ezen a saját szakterületén a lehető legjobb szakemberré váljon. Tehát ebben próbáljuk segíteni egy tútori rendszerrel. És a másik, hogy a társadalmi felelősségvállalásnak a része, hogy olyan értelmiségieké váljanak, akik a saját környezetükben, vagy a saját szakterületükön ezt a fajta együttműködésben érdekelt, vagy érintett, vagy elkötelezett emberek legyenek. Most 30 diák zárta a tanévet Nyíregyházán, köztük Mursa Zsolt. Ő a Nyíregyházi Egyetem képi ábrázolás szakos hallgatója, alkotásait a tanévzáron mutatta be társainak, tanárainak. Roma fiataloknak elég sok mindent ad ez a szakkollégium, mert hogy nyelvet lehet tanulni, ösztöndíjat kapunk, és különböző kirándulásokra is visznek minket. A tanévzáró egyfajta összegzése volt a befejezett szemesztereknek, hiszen a diákok megmutatták tehetségüket. A Debreceni Egyetem egészségügyi karának egészségügyi szervezős hallgatója vagyok, és az Evangélikus Roma Szakkollégiumnak egy éve vagyok a tagja. Azért tartom jónak a szakkollégiumot, mert rengeteg tréning lehetőséget biztosít, a nyelvtanulási lehetőségeket, de számomra a legnagyobb pozitívum az, hogy egy olyan közösségben lehetek, ami tényleg szinte baráti testvéri viszonyt alakít ki közöttünk. Szeptemberben újraindul a Roma Szakkollégium, amely nem csak roma, hanem hátrányos helyzetű hallgatóknak is segít szolgáltatásaival, sajátos képzési programjával.